Nők az úton, útra való beszélgetés minden csütörtökön. Sziasztok! Ez itt a Nők az úton podcast Slavka Ivával és Csorba Anitával. Mindannyian az útunkat keressük, amely néha kacskaringós, akadályokkal teli, máskor pedig színpompás tájakon vezet. A Nők az úton adásai olyan gondolatébresztő beszélgetések, amelyek tartalmát útravalóként magaddal viheted. Na de mi hogy járjuk a saját utunkat? Anita, te? Én nagyon hálás vagyok azért, hogy azzal foglalkozhatok, amit szeretek, vagyis az alkotással. Csapatommal a kreatív energiáinkat arra összpontosítjuk, hogy inspiráló videós tartalmakat állítsunk elő. Engem pedig szabadúszó kreatív szakemberként kíváncsi tudásvágy hajt. A különféle nézőpontokban, kreativitás szemléletformáló erejében és az igényes tartalmakban hiszek. De a nőkazúton.hu oldalon mindent megtaláltok rólunk, és az összes adásról is. Ha szereted és követed az adásainkat, akkor köszönjük, ha értékelsz minket a podcast csatornán, amin hallgatsz, hogy máshoz is eljussanak az útra való üzenetek. Szólj hozzá adásainkhoz Facebookon vagy Instagramon, hadd ismerjük meg a te véleményedet, történetedet is a témákkal kapcsolatban. Tarts velünk az úton ma is! Hogyan fordítják a sikeres emberek a stresszt a maguk hasznára, illetve hogy kezeljük a stresszt, mennyire van rá szükségünk, illetve a teljesítményünket mennyire befolyásolja, és hogyan tudunk igazán hatékonyak lenni stressz alatt. Ez lesz a mai adásunk témája. Jót és rosszat hallottunk már az elmúlt. Az én életemben abszolút ez volt, hogy jó is a stressz, rossz is a stressz, de inkább rossz. Miért rossz, hogyan lehet kezelni, ezeket fogjuk ma körbe járni egy cikk alapján. Azt mondják egyébként a tudósok, hogy a teljesítményünk akkor van a csúcson, amikor közepes mértékű stresszt élünk át, viszont a hosszú távú stressz már káros. És ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy ön nincs, egyrészt nem tudjuk elkerülni a stresszt, ez tök alap dolog, hanem csak megküzdeni tudunk vele. Stressz megküzdési stratégiákat tudunk igazából ezzel tudjuk magunkat felvértezni, mint mindfulness, vagy pihenés, vagy lazítás, vagy bármi olyan szituáció, ahol jól tudjuk kezelni, vagy megfelelően tudjuk kezelni, mert hogy mi is a stressz, ugye hát igen. Vagy a hideg zuhany kihívás, az is egy ilyen stresszkezelő technika. Igen, majd akkor erről is beszélek. Csak annyit a stresszről, hogy nyilván ez hasznos, meg mindig is a hasznunkra vált, mert ugye mi történt? Erre mondják az üs vagy fuss reflexet, hogy ugye az ősember mit csinált? Találkozott a mamuttal. Mi történik ilyenkor? Jön egy stresszválasz a szervezetből, hogy aha, na itt most valamit tenni kell, itt most valamit csinálni kell nagyon gyorsan, ezért jó kis oxigéndús vér áramlik ilyenkor az izmainkba, felgyorsul a pulzusunk, a szívverésünk, az agyunkat elárasztja az adrenalin, azért, hogy meg tudjunk vele küzdeni, vagy el tudjunk menekülni. Na már most nem üldöz minket se kardfogó tigris, se mammut, se semmi, de hogy ezek a stresszorok, ezek a stressz válaszok, ugye a stressz kiváltó okok, ha nem is ugyanúgy, mint régen, de megvannak a szervezetünkben, már csak hogy hát az életünkben. Most gondolj bele, üsz a dugóban rohadt ideges tudsz lenni, hogyha nem tudom, lépésbe haladsz, vagy valaki a sorban állástól tud ideges lenni, vagy stresszelsz egy vizsga miatt, vagy stresszelsz amiatt, mert meg kell valahol szólalnod, vagy olyan rengetegféle esetben megy fel a pulzusunk, és dobog hevesen a szívünk, és izzadunk, és stb., miközben nem kell szó szerint megküzdeni az életünkért, de hogy ez mégis velünk van, és a Forbes egyik cikke azzal foglalkozott, hogy hogyan lesz a stressznek teljesítmény növelő hatása. És ezt nézzük meg, ezt a 10 dolgot. És ez szerintem nagyon hasznos, hiszen ugye tényleg mindenkit ér stressz, és hogy ezt hogyan fordíthatjuk a magunk javára. Ez fog most kiderülni ebből a 10 lépésből. És persze, Évivel pedig ezt véleményezzük, hogy ezzel mi a saját életünkben hogyan vagyunk. Na, lássuk is. Tehát az első az az, hogy elfogadják, amik. A cikk ez így szól az első pontban. Érdemes időt szánni arra, hogy átgondoljuk, miért vagyunk hálásak. Ez nem csak helyes, hanem javítja a hangulatodat is, mivel csökkenti a stresszhormont, a kortizolt 23%-kal. A University of California kutatói szerint, akik így tesznek, jobb hangulatban vannak, több az energiájuk, fizikailag is jobban vannak. Te hogy vagy ezzel, Évi? Én minden napomat úgy zárom, hogy átgondolom, hogy miért vagyok hálás. Valakik azt mondják, hogy érdemes egyébként hálanaplót írni. Én hálanaplót nem szoktam, de tényleg mindig, mikor lefekszem, akkor gyorsan átgondolom, hogy na, aznap miért is voltam hálás. Szerintem egy tök pozitív dolog. Vagy akár ezzel kezdeni az embernek a napját, hogy na most.
megkeresni. Szerintem a naplezárásra tökéletes. Nekem egyébként van egy naplom, amiben van, amikor rendszeresen írok, van, amikor kevésbé, attól függ, milyen az időszakom, de három dolgot szoktam abba beleírni, tehát három dolog, amiért ma hálás vagyok, azt egész gyorsan le lehet jegyzetelni, de gyakorlatilag egy perc, és hogyha rosszabb időszaka van az embernek, vagy valamiért szüksége van arra, hogy megerősítést kapjon, akkor ezt lehet olvasgatni. Én a reggelt inkább azzal szeretem tölteni, hogy ott egy darab célt leírok, amit aznap meg szeretnék valósítani, tehát egy fő fókuszt írok föl a napra, és szerintem ez egy ilyen tök jó technika mind a kettő. Igen, meg az már szokás is. De talán itt a stresszhez kapcsolódóan ez azért fontos pont, hogy átgondoljuk, hogy miért vagyunk hálásak, hogy egy kicsit lenyugtasson bennünket. Tehát a stresszes helyzetben is egyébként, amikor stresszelünk valami miatt, vagy mérgesek vagyunk valamire, akkor egy picit a szemléletünket átformálhatjuk azzal, hogyha egy más érzelmi állapotba helyezzük magunkat a hála által. Nekem még tudod, miért szokott ez segíteni? Hogy nagyon sokszor olyan dolgokat írok le ebben a három pontban, amire egyébként nem biztos, hogy így rögtön gondolnék napközben. Tehát, hogy napközben, amikor bennem vagyok a rutinban, meg csináljam meg ezt, csináljam meg még azt, akkor hajlamos vagyok a fontossági sorrendet egy picit máshogy fölállítani, mint ami egyébként az életem egésze szempontjából fontos. És nagyon sokszor ebbe a három pontba olyan dolgok kerülnek aztán, amiket így napközben lehet, hogy nem tartok annyira fontosnak. És viszont ez segített, generált egy olyan folyamatot, hogy napközben, ha olyan szituációk adódnak, amiket tudom, hogy este egyébként beírnám, de mondjuk, most gondolok itt egy nagyon egyszerű dologra, hogy mondjuk nagyon jót beszélgettem a kislányommal 10 percen keresztül, és mondjuk ez tök jó volt, és ez este bekerül a hálanaplomba, viszont nyilván akkor jön oda a kislányom beszélgetni, amikor a legfontosabb e-mailt, legfontosabb feladatot kell megoldani, és még 600 ember vár arra, hogy eldöntsek valamit, és akkor ő neki pont akkor van közlendője, és hogy ez például, hogyha tudom, hogy amíg nem írtam hálanaplót, nyilván akkor is tudja az ember, hogy ez esetleg fontos, viszont így aztán kiemelten tudom, jó, akkor nézzük meg, hogy mennyire fontos ez a feladat, amivel most éppen foglalkozom, nem tudom-e félre rakni arra az időre, amíg pont azt a 10 percet, ami nagyon tök jól tudom tölteni éppen a kislányommal, és hogy ez segít-e. Tehát, hogy ez a hálanapról, ez így visszafelé hatással lett az életemre, mert ugye így sokkal koncentráltabban mérlegelek egy ilyen szituációnál, hogy ez nekem aznap este, tehát ez az a fontos dolog az életemben, amire mondjuk aznap este majd örömmel visszaemlékszem. És hát pozitív hatással lehet a teljesítményedre is. Igen, mert ettől függetlenül azért persze nyilván a fontos feladatot, ettől függetlenül azért elvégzi az ember, csak nem abban a 10 percben, hanem utána. A következő pont, hogy nem kérdezik, mi lenne, ha. A mi lenne, ha kezdeti mondatok csak olajat öntenek a tűzre, ha a stresszről van szó. A dolgok több millió különböző irányba haladhatnak, és minél többet aggódsz a lehetséges kimenetek miatt, annál kevesebb időt töltesz arra, hogy fókuszálj, ami nyugodtan tart és kontroll alatt tart. Na hát én soha nem kérdezem, hogy mi lenne, ha én nagyon könnyen engedek el szituációkat, nagyon rugalmasnak, meg reziliensnek tartom magam. És ugye a reziliens kifejezés jelenti azt, hogy egy adott, vagy egy nagyon stresszes szituáció után, vagy egy kellemetlen, vagy egy változó szituáció után, hogy állsz vissza egy alapnyugalmi állapotra. És én így rendben vagyok a változásokkal. Tehát, hogy bármi történhet, akkor az majd úgy lesz rendben, vagy akkor úgy alakítom, megbízva saját magamban, hogy majd akkor ott helytállok. És akkor bárhogy alakulhat. Nyilván általában, tehát a mi lenne, ha az soha nem hangzik el a fejemben, inkább maximum az, hogy mi lehet a legrosszabb ebben az esetben, hogy esetleg valamitől tartok, vagy stresszelek, hogy mi történhet, mi a legrosszabb kimenetel, és hogyha azzal rendben tudok lenni, ha ne adj Isten, az történik, akkor így rendben vagyok az egész szituációval. Igen, ugye itt szerintem ketté lehet választani, hogy mi lenne, ha a jövőre vonatkozik, meg gyakorlatilag mi lett volna, ha a múltra vonatkozik. Mind a kettő lehet stresszes, még a múltra vonatkozó is. Azt szerintem még kevésbé előre mutató ezeket a kérdéseket föltenni, de amikor a jövőre mutat, akkor pont azért én el tudom képzelni, hogy van olyan szituáció, amikor azért mérlegelni lehet a döntésünket, és jó lehet esetleg föltenni, tehát nem pont stresszt fokoz, hanem stresszt vesz el, hiszen hogyha mérlegeljük előre, hogy egy-egy döntésünknek milyen hatása van, akkor azért a magabiztossággal stresszt csökkentünk. Tehát, hogy itt azért én ezt nem értem teljesen pontosnak, ezt a gondolatnak a megfogalmazását, de az biztos, hogy egyébként
mérlegelni a kimeneteleket, igen. Maximálisan persze, ez rendben van, igen, csak igen. Amiatt aggódni, hogy ez a fajta kimenetel, amit te itt vizualizálsz magadnak, az lesz, azon kár stresszelni, mert rengeteg féleképp történhet. Igen, 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 igen. Tehát, hogy egy fölösleges stressz igen, okozhat. Igen, így van, így van. Pozitívak maradnak. A pozitív gondolatok segítenek időszakosan tartani a stresszt, mivel az agy figyelme valami másra irányul, ami teljesen stresszmentes. Segíthetünk az agynak, ha tudatosan kiválasztunk valamit, amiről pozitívan tudunk gondolkozni, mindenféle pozitív gondolat segít újra fókuszálni a figyelmünket. Amikor a dolgok jól mennek, a hangulatod jó, ez viszonylag egyszerű. Hát igen. Amikor pedig nem mennek jól, az agyad tele van negatív gondolatokkal, ez nehéz lehet. Ezekben a pillanatokban érdemes a napunkra gondolni, és azonosítani a pozitív részeket, de korábbra is visszamehetünk a ránk váró jó élményre is gondolhatunk. Erről eszembe jut az, hogy készítettünk egyszer az egyik barátnőnknek egy ilyen boldogságcsuprot a születésnapjára, és úgy adtuk át, hogy mi is teleraktuk egy csomó kis cetlivel, ami a cetlikre klassz dolgokat írtunk róla, közös élményekről, stb. Összehajtogattuk és beletettük ebbe a bödömbe. Illetve azt kértük tőle, hogy amikor így jobb napja volt, vagy úgy érezte, hogy valami sikert ért el, vagy csak volt egy boldog pillanat, akkor azt írja le a cetlire, hajtsa össze, és tegye bele a kis csuporba. És amikor éppen rossz paszban lesz, akkor vegyen ki belőle egy-két cetlit, és olvassa el, és azok ezt segítenek egy picit más irányba terelni a gondolkodását. Tehát, hogy igen, én egyébként a hurrá optimizmus... Hát ha nem is ellene vagyok, de én nem szeretem a hurrá optimizmust, tehát nekem hozzám inkább a skandinávok ilyen realista, optimista hozzáállása áll közel. Tehát igen, nyilván gondolkodjunk pozitívan, de nem minden esetben tudsz te pozitívan gondolkodni, hanem egyszerűen csak mérlegeled, ahogy az előbbi rész is, mérlegeled a következményeket bizonyos dolgoknak, és igyekszel észrevenni a rossz dolgokban is azokat, amiből majd aztán később tanulni fogsz, vagy később fejlődni fogsz, vagy el kell fogadnunk azt, hogy néha érnek olyan dolgok, amit nem esnek jól, vagy nem érzed tőle magad jól, de hogy ez is az életnek a természetes része, igen, hogy nem mindig igen. Jó. Tehát, hogy az biztos, ha valaki fönn van, akkor lesz lent is, és így szerintem van. És ha lesz, ez semmi gond. Így van, semmi gond nincsen, ezeket el kell fogadni, a kockázatokat nyilván mérlegelni kell, viszont én amikor valamilyen nehezebb időszakom van, akkor nem szoktam stresszelni azon, tehát nem szokott nekem tele lenni negatív gondolatokkal a fejem, hanem inkább a problémá megoldási lehetőségeken jár az agyam. Tehát ez is lehet egy jó stratégia, úgymond a stressz elkerülni, hogy na nézzük meg, ki akkor most van ez a rosszabb szituáció, hogyan lehet ebből kikerülni, melyik úton menjek előre, hogyan fordítsam meg a helyzetet. Én nagyon szeretem azt, hogy nagyon sok rossz szituációból az a legnagyobb siker jobban kijönni, mint ahonnan beleestünk. Hogyan tudok ebből úgy kijönni, hogy még előrébb legyek, mint ahonnan beleestünk, tehát hogy ezeken szoktam gondolkozni, és ez biztos, hogy nem annyira, tehát hogy ez csökkenti a stressz, nem stresszelek rajta, hanem mert rögtön nem a negatív dolgokon, hanem annak a megoldásán, illetve az annak a pozitív oldalát, ugye azon gondolkozom, úgyhogy ez is szerintem egy jó taktika. Illetve érdemes a saját felelősségünket felismerni a helyzetben, mert vannak olyan helyzetek, amiben egyrészt nem vagy felelős, másrészt nem vagy hatással az adott helyzetre. És ezt mérlegelni tudni kell, hogy tehetek valamit, olyan helyzetben vagyok ebben a helyzetben, hogy tőlem függ a kimenetele, mert akkor, hogyha igen, akkor nyilván érdemes körbejárni az összes területet, hogy hogyan tudod javítani a szitut. De hogyha nem tőled függ, hogyha egy tök külső körülménytől, akkor egyszerűen csak túl kell rajta lendülni, mert lesz másként. Ez szerintem nagyon jó meglátás, ezzel maximálisan egyetértek, mert ez sokszor könnyen el lehet rontani, hogy másnak a nehézségét magunkéra vesszük, és máson nem nagyon tudunk, tehát hogy nyilván vannak dolgok, amiben őt segíteni tudjuk, de nem a mi történetünk. Vannak batyuk, amiket nem nekünk kell cipelni, nem. Mindenki cipeli a nem saját batyuját. Így van. Igen, viszont a pozitív megerősítések mindenképpen segíthetik az utunkat, bármilyen szituációba kerülünk. Na nézzük a következő pontot, lekapcsolódnak. Tehát érdemes rendszeresen lekapcsolódni a hálózatról, ez segíthet kontroll alatt tartani a stresszt. Ha 24/7 elérhető vagy a munkára, állandóan ki vagy téve a stresszoroknak. Ha kényszeríted magad, hogy offline legyél, sőt, akár még a telefonod is kikapcsolod, segít lekapcsolni egy csomó stresszforrásról. Hát ez nekem ez nagyon tetszik, igen. És próbáltam már a részleges, meg a teljes digitális detoxot, és nagyon jó érzés.
amit mindig beszoktam vetni, hogyha a hétvégén mi elmegyünk a párommal valahova, akkor én a legtöbb esetben nem viszek telefont. Nála van, hogyha bármi történne, de hát nem szokott történni semmi. Tehát ha bármi történne, akkor nála van telefon, de nálam nincs. Tehát így önkéntelenül sem veszem elő, hogy megnézek egy e-mailt, akkor fölmegyek, csekkoljam a közösségi oldalakat, vagy éppen lefotózzam 20-szor a kaját, amit eszem. Tehát, hogy így akkor nincsen nálam, és így nincs bennem az a fajta ilyen telefon elővételi bizsergés, hogy most így rá kell nézem a telefonomra, úgyhogy biztos, hogy ez egy hasznos tanács. Igen, az okostelefon az gyakorlatilag hozzánőtt az emberhez, és hogyha egy órára is már letesszük, érezzük a hiányát, és ez sokszor érdemes szerintem tudatosan gyakorolni, hogy egy órára, egy fél napra, vagy akár csak este, nem tudom, 9 után az ember elteszi, és nem foglalkozik vele, mert akkor jönnek a saját gondolatok, a saját érzések, akkor dolgozza föl jobban a napját az ember, és ez is biztosan csökkenti, úgymond a stresszt. Volt egy olyan kihívásom nem olyan régen, hogy egy hétig, csak napi egy órát engedélyeztem magamnak a közösségi oldalakon, de ez alatt érts bele a munkát is, tehát így elég okosan kellett levírozni, de ez egy nagyon jó, ez egy klassz hét volt. Nyilván sikerült. Sikerült. Nyilván előtte többet tartózkodtam fönt, mert a feladatokat, amit nekem ehhez kapcsolatban meg kellett csinálni, igen. De és milyen érzés volt utána? Talán egy picit ilyen megkönnyebbült, azt érezve, hogy ez nem fontos, máshogy éled meg a pillanatokat. Mert hogy nincs benned az a késztetés, hogy nálad legyen a telefon, és fölmenj a közösség. És ilyenkor az applikációkat is letöröltem róla. Tehát, hogy még véletlenül se. Aha, hogy ne legyen bele, kihívás. Hogy gyorsan megnézem, igen. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen kényelmes, kellemes volt. Hogy az első nap talán az volt kényelmetlen. Talán az első nap, de többi nem. Többi megszokható. Úgyhogy érdemes ilyeneket érdemes kipróbálni. Ezek mindig azért is jók, ezek a kihívások. Én azért nagyon szeretem, mert egy új oldalunkat tanuljuk meg. Igen. Vagy látjuk meg. És ettől magabiztosabbak tudunk csak lenni. A következő pont, hogy meghúzzák a koffein adagot. A koffein fogyasztás adrenalint termel, az adrenalin pedig harcolj vagy fuss válaszért felelős hormon, olyan túlélési mechanizmus, ami támadásra vagy menekülésre ösztönöz, ha veszély van. Ez jól jön, ha tényleg megtámad egy medve, vagy amit mondtál te, a mamut, de mondjuk e-mailekre válaszolásnál például nem, valóban. A koffein túlságosan felpörgeti a testet, az érzelmek eluralják a viselkedésed, ezért kell határt szabni a bevitelnek. Nyilván minden az arany középút, én például nagyon szeretem a kávét, de lekorlátoztam már magam napi egy, maximum két kávéra, és ezzel így rendben is vagyok, illetve ami számomra fontos, és ahogy én kávézom, vagy ami jellemző a kávézési szokásaimat, hogy reggel azt hiszem, hogy 9 óráig, hogyha mondjuk én 6 óra, 7 óra tájékában kell fel valaki, akkor 9:30-ig még a szervezetnek a biológiai idézőjelben koffein adagja működik, ez a kortizol szint. Tehát elég jó a kortizol szintünk, tehát, hogy automatikusan kapjuk ezeket az energialöketeket. Viszont ilyen 9 és 11 között jól jöhet rá egy koffein löket, akkor az egy olyan nagyon klassz időpont arra, hogy még egy kicsit busztoljunk rajta, utána jön az evés, kicsit nyugi, és délután van még egy ilyen 2 és 4 óra között, amikor a kortizol szintünk szépen lecsökken, és akkor még adhatunk neki egyet. Úgyhogy így néz ki egy tudatos kávéfogyasztó napja. Hogyha szeretnétek tudatosan fogyasztani, akkor így lehet kipróbálni. Lehet persze ne toljuk túl, mert hát egy mérgezett egérszindróma sem hiányzik senkinek, hogy csak a kávé tart életben és ébren, mert az sem jó, hogyha maga az, kávé, hogy az érzem, igen, az érzemek eluralják a viselkedésed, szerintem az nem nagy probléma, hogyha érzelemből döntesz, érzelemből élsz, szerintem az tök jó, viszont amit a koffein tud okozni, hogy nem úgy viselkedsz, ahogy egyébként normális szituációban viselkedni, hanem valahogy kifordít magadból. Hát én azért ezt erősnek érzem, inkább csak egy picit energiábbá, vagy energiadúsabbá. Lehet, hogy szerintem én el tudom képzelni, nekem volt egy olyan időszak az életemben, amikor 4-5 kávét ittam, és aztán azért muszáj volt leszoknom erről, mert hogyha véletlen elfelejtettem, már pedig ugye nem annyira rendszeres az életem, vagy nem tudok annyira figyelni ilyen, hát kvázi nem annyira fontos dolgokra, ezért rendszeresen elfelejtettem, és akkor rögtön megfájdult a fejem, tehát gyakorlatilag azért kellett leszoknom, hogy mivel elfelejtem, és ezért sokat fájt a fejem, és azért van egy ilyen, tehát először ugye fölpörget, de utána meg egy kicsit így a hiánya
szerintem ilyen belső feszültséget okoz. Hát minden függőség. Igen, úgyhogy akkor azért nem úgy viselkedsz, ahogy amúgy alapból viselkednél. Hát ezért maradjunk a középúton, és akkor rendben lehet, de ezzel így mivel egyetértek. A cikk az a stresszhez kapcsolódik, igen, tehát nyilván, amit az elején is mondtam, ez az üs vagy fuchs válasz, és hát az adrenalin elüti az agyadat, fölpörgeti a pulzusodat, stb. Hát ez működik, és ilyen a stressznek a kiváltó ingere is, és ez nehogy összekeveri az agyunk. Így van. Szóval alszanak, akik jól kezelik a stresszt. Ezt nem lehet elég sokszor mondani, hogy az alvás nagyon fontos, növeli az érzelmi intelligenciát, segít rendben tartani a stresszt. Ha alszol, az agyad szó szerint feltöltődik, átnézi a napi emlékeket, eltárolja vagy dobja őket. Ez okozza az álmokat, legalábbis egyelőre így gondoljuk. Tiszta fejjel viszont javul az önkontroll, a figyelem, a memória, az alvás hiány növeli a stressz hormonokat minden más külső hatás nélkül. Hát nyilván jóval hatékonyabbak vagyunk, hogyha megfelelő pihenőidőt. Te tudod, mennyi az alvási igényed? Igen, 7-8 óra. Most amióta okos órát viselek, és figyelek arra, hogy mennyit, hát ez óra figyel arra, hogy mennyit alszom. Amikor elkezdtem hordani, akkor beállítottam, azt gondoltam, hogy 8 óra, hát nekem kell a 8 óra. És nagyon érdekes, mert most már látom pontosan a 7 óra 30 perc az alvás igényem. Tehát, hogy ezt ilyen egész hajszál pontosan meg lehet határozni, ha kevesebbet alszom, akkor érzem, hogy nem tudok úgy teljesíteni, fáradtabb vagyok. Nyilván nem minden nap tudok ennyit, hanem az átlag legyen ennyi, és akkor tök jól egyensúlyban vagyok önmagammal. Tehát ezt szerintem érdemes így felmérni, hogy kinek mennyi, és azt jobban, tehát hogy azzal párhuzamba hozni az ember életét. Következő pontunk, hogy elütik a negatív gondolatokat maguktól. Nagy lépés a stresszkezelésben, ha saját magunkról szóló negatív gondolatokat el tudjuk hesegetni. Minél gyakrabban vannak negatív gondolataid, annál nagyobb hatalmat adsz nekik. A negatív gondolataink nagy része pedig csak ennyi, gondolat nem tény. Amikor elkezdesz negatív és pesszimista dolgokban hinni, állj meg, szó szerint állj meg, írd le, amint gondolkodsz. Ha tudsz rá szánni egy pillanatot, hogy lelassíts, sokkal racionálisabban kezdesz el majd gondolkozni. Ez tök jó, hogy így le van írva, mert ez nálam is bevált, amikor éppen ilyen negatíva vagy rosszabb paszban vagyok, inkább ezt mondom, és akkor el akarna kezdődni egy ilyen nagyon negatív lehúzó párbeszéd köztem és a gondolataim között, mondjuk mondok valami, nem tudom, hogy aj, de szarul nézek ki éppen, vagy aj, most ez a munkához nincs kedvem, jaj, meg egyébként is, mit tudom én, ilyen meg olyan rossz paszban vagyok, és akkor mit tudom, valami hülyeséget gondolok is, mert így majdnem csak sírni kezdenék rajta, mert éppen szerintem ez meg is tudom határozni az időszakokat. Na de mindegy, tehát, hogyha van egy ilyen negatívabb gondolat, akkor igyekszem azonnal azonosítani, hogy haha, ez nem te vagy, ezek csak gondolatok, semmi más. Gondolatok, gondold most egy kicsit ezt, aztán gondolj mást. Tehát, hogy mindig visszaszoktam, nyilván azért én nem szoktam mélyre kerülni, sőt, még fél mélyre sem, ez abszolút távol el tőlem, viszont nyilván nekem is vannak rosszabb passzjaim, és akkor ilyenkor azonosítom, igen, ez csak egy gondolat, ez nem belőlem jön, hanem most ez csak egy gondolat. Aztán ennyi. Igen, a negatív gondolatok szerintem mindenkinek vannak. Én ilyenkor kettő dolgot szoktam tenni. Egyrészt is megnézem a menstruációs naptáramat. Igen, elcéloztam én is elő, hogy állok. Hogy ez, igen, hogy éppen most ez engedélyezett, vagy igen. Sem. A második pedig, hogyha egyébként így ez nem engedélyezett szakaszban van, akkor azt szoktam, meg szoktam kicsit így távolabbról vizsgálni magamat, hogy mi ennek az oka, és általában mindig találok valami dolgot, amin aggódom, teljesen más is lehet ez, vagy valami olyan életszituációt, ami ezt így indokolja, és akkor már mindig könnyebb ebből elindulni fölfelé. Fogd rá macira, ugye? Macira, nyuszira, fogd rá nyuszira. Igen. Úgyhogy hát, hogyha a nők vagyunk, azért ennek lehetnek napok, amikor ez engedélyezhet. De nekem egyébként mindig a menstruációs ciklusom előtt egy héttel történnek. Hát ezt mindenki szerintem kiismeri magát, kéne, igen, mi? Hogy mikor. Igen, igen. Beszélgettünk egyébként már a női ciklusról, most így a hallgatók nektek mondom. Cserháti Harold Jankával. Igen, két adást is vettünk fel. Nagyon szuperek voltak azok az adások. Mindenképp hallgassátok meg. Igen. Úgyhogy nyíltan beszélünk a ciklusunkról, úgyhogy ez van, igen, mert hogy ismerjük. Hát ez számít, mert emberek vagyunk. Így van. És mert nők vagyunk. Szóval átkeretezik a perspektívájukat, ez a következő pont, amit érdemes figyelembe venni. A stressz és az aggódás hatóereje saját, nem tökéletes percepciónk. Könnyű azt gondolni, hogy tarthatatlan határidők,
a meg nem bocsájtó főnökök és a rossz közlekedés az oka a stresszünknek. Nem lehet mindent kontrollálni, de azt igen, hogy válaszolunk a kihívásokra. Ezért mielőtt túl sokat bosszankodunk valamin, érdemes előbb perspektívába helyezni. Ja, hát erről órákig tudnék beszélgetni. Hát, igen, egy picit ezt említettük is az előző pontnál, hogy, hogy érdemes más megvilágításból ránézni a negatív dolgokra. Egyrészt, mert ugye vannak körülmények, a körülményeket nem feltétlenül tudod mindig változtatni, viszont a te hozzáállásodat, azt meg tudod változtatni bármilyen helyzethez, egyrészthez. A másik meg a dánoknál van egy ilyen átkeretező módszer, illetve ha jól tudom, akkor a kócsuk is használnak valami ilyesmit, de például a dán gyereknevelésben náluk fontos is, hogy az átkeretezésnek teret engedjenek, tehát hogy egy szituációt megvizsgálni több oldalról, és nem a negatív aspektust előre helyezni, hogy ez szar idő van, már megint esik, hanem hogy esik az eső, hát rendben, hát akkor végre bele tudok kezdeni abba a könyvbe otthon. Tehát, igen, hogy ez is átkeretezés. Mennyire sok ronda szürke felhő, de milyen szép fény, szűrt fényt kapunk. Igen. Mindegyik, mindennek van valami jó oldala, és ezt érdemes meglátni. Igen. Lélegeznek. A legkönnyebb a stresszt csökkenteni olyan dologgal, amit amúgy is nap mint nap csinálunk, a légzéssel. Aki ezt gyakorolja, annak agya könnyebben rááll a feladatokra és elengedi a stresszt. Ha stresszesnek érzed magad, szállj pár percet arra, hogy a légzésedre figyelsz. Van egy ilyen gyakorlat, hogy ez a 7-6-5 módszer, amikor 7 másodpercig szívod be a levegőt, 6 másodpercig bent tartod, 5 másodpercig pedig kifújod. Hogyha ezt megismétled 3-4 egy stresszes szituációban, akkor nagyon szépen le tudja nyugtatni az agyad, a púzusod. Tehát, hogy fizikálisan lenyugtatod a testedet, és ezáltal ugye a teljes működésed megváltozhat tényleg perceken belül. Na, itt hozom be én a hideg zuhany kihívást, mert az ehhez szerintem nagyon jól kapcsolódik. Ugye az a kihívás lényege, hogy minden reggel a kihívás szerint minimum 5 percig egy nagyon hideg zuhanyt vegyél, mindenképpen olyat, ami a komfortzónádon kívül esik. Amikor megcsináltam ezt a kihívást, akkor azért az elején így vaciláltam, hogy mi a hideg, mi a langyos, mi a hidegecske, meg a már a langyosnál hidegebb. Tehát rengeteg árnyalatot találtam meg a hidegvíz és hidegvíz között. Viszont az tény, hogy én azt nagyon szeretem benne, egyrészt nagyon megváltoztatott, tehát egyébként arról szól, hogy legyél a jelenben, mert ugye amikor hideg víz jön rád, akkor nem tudsz máshol lenni, csak a sikító jelenben. Másrészt, hogy egy ilyen hirtelen stresszt, azt hogyan tudsz minél hamarabb leküzdeni, és ugye az agyaddal rögtön a megoldásokat, illetve a leküzdést, a lenyugtatást meg kell nyugtassad magadat. És utána ezt a gyors stressz leküzdést, stratégiát, ezt a mindennapokban más stressznél tudod alkalmazni. És valóban? Ezt már érezted ennek az ilyenfajta hatását, hogy behoztad a hétköznapi életedbe az ebből tanult? Azt még nem éreztem konkrétan, ezt egy hónapig csináltam, és nem annyira rég lett vége ennek a kihívásnak, viszont azt ott a feladatban folyamatosan az egy hónap alatt éreztem a fejlődést, sőt, én egyébként olyan típusú zuhanyzó vagyok, aki a legeslegforróbb vízben, amiben más nem tudja bedugni a kis súlyát, se abban zuhanyoztam mindig, sőt, azt éreztem, hogy egyre könnyebben, és hogy igazából vágyom már, most már ott tartottam, hogy vágyok arra a reggeli kihívásra, és utána egy ilyen nagyon jó érzés van, ugye egyrészt, hogy kiléptem a komfortzónámból, teljesítettem, és másrészt fizikailag is jó érzése van már tőle a testemnek, tehát hogy megváltozott elindultam a nagyon-nagyon rosszból, most meg már így van egy jó érzés a végén, úgyhogy hiába járt le a kihívás, csinálom, nagyon durva, tehát soha nem gondoltam volna, hogy egy kihívás megváltoztat, és az biztos, hogy csökkent az a reakcióidő, csökkent a testemnek, hogy most már tulajdonképpen csak maximum 1 másodpercig tart az a stressz, és utána már a megoldási taktika működik, míg a legelején az volt egy 30 másodperc hangos sikítás, vagy egy vicces, és tehát nagyon látható volt a fejlődés, és szerintem aztán ezt majd kamatoztatni tudom, minden esetre a szervezetemnek egy kifejezetten jó érzés most már. Tulajdonképpen a rezilienciát gyakoroltad, és erre iszonyat jó
példa lehet nekünk. Vannak Ekvádorban valamiféle pálmák, most nem tudom a pontos nevüket, de az a lényeg, hogy ezek sétáló pálmák. Képzeld el, mert hogyha veszélyezteti valami a jelenlétüket, mondjuk elmocsarasodás, vagy az egyik fa másikra dől, vagy a környezetében valami olyan változás történik, ami számukra stresszel járhat, és veszélyeztethetik őket, akkor úgy gyökereket növesztenek, és ezáltal akár évente 20-30 métert is arrébb tudnak menni. Szóval, hogyha egy fa, a fák azt érzik, hogy valami nincs rendben körülöttük, stressz van, akkor fogják és megváltoztatják a körülményeket. Ez hihetetlen, én erről még nem hallottam soha. És nagyon érdekes. Mi a nevük? Még egyszer mondjad? Hát az ekvádori sétáló pálmák így emlegetik, illetve a Szikra oldalon írtam már róla a cikket. Én ezt egy mindfulness konferencián hallottam, és ez egy nagyon-nagyon szemléletes hasonlat, és erről eszébe jut az embernek, hogy akkor nekünk milyen kifogásunk van, hogyha még a fák is arrébb mennek, hogyha valami rumli van, hogyha tehát hogy megvált, nem se szenvednek tovább abban a helyzetben, hanem hogy rendben, akkor hogy is lépjünk túl ezen a stresszes helyzeten. Tök jó. Na és még maradt egy talán, ugye? Igen. A saját támogatói rendszerüket használják, tehát ez az utolsó, ahogy érdemes kezelni a stresszt. Nagy lehet a kísértés, de teljesen hatástalan, hogy mindent magad akarsz megoldani. Ahhoz, hogy nyugodt és hatékony legyél, érdemes felismerni gyengeségeid, érdemes segítséget kérni, amikor szükséges. Ez azt jelenti, hogy a támogatói rendszeredhez kell nyúlni, amikor nehéz a helyzet, vagy túlságosan sok feladatod van. Persze, nyilván legyen egy védhálód, ugyanúgy barátok, akikkel, hogyha nagyon stresszes vagy, vagy valami olyan szituációba kerülsz, akkor kicsit ki tud beszélni. Legyenek olyan szakemberek, esetleg akár pszichológus, coach, vagy egy másik szakterületről származó ember, akivel tudsz a problémádról beszélni. Ez ennyi szóval szerintem, és így érdemes kimondani az, ami nekünk stresszt okoz, ami negatív érzéseket kell. Delegálni, bizonyám, az is ide tartozik szerintem, hogy bizonyos feladatokat nem magunkra vállalni, hanem átadni olyanoknak. Jó, de itt is azért meg kell találni, mi az, ami nekünk, tehát amit nekünk kell megoldani mindenképpen. Persze. És mi az, ami nem a mi batyunk. Stresszes lehet az a szituáció, amikor az embereknek rengeteg feladatuk van, és nagyon sokan nem engednek el feladatot, hanem inkább stresszelnek rajta, hogy most ez hogy, meg mikor, meg miként oldják meg, és azt is látni kell, hogy nem feltétlenül kell mindent nekünk megoldani, hanem áthatjuk, ezáltal hatékonyabbak lehetünk. Én nekem még az szokott lenni az ilyen stresszes feladatoknál, hogy ugye az elkezdést tologatja az ember, és akkor egyre növekszik a stressz. Hogyha hát meg a halogatás, ha egy picit egy lépést teszel már a megoldás irányába, akkor már onnantól kezdve könnyebb csökken, és a stressz is elindul a megoldás, és akkor tök jól eltűnik az egész. Szóval igazából ez a 10 dolog az, ami a Forbes szerint a sikeres emberek a stresszt a hatékonyságukra fordítják, hogy hatékonyabbak legyenek. Én igazából mindegyikkel egyetértek, rendben vagyok. Ami nekem talán a kedvencem az összes közül, az átkeretezés, mert nem is tudom, mit pontosan, hogy volt fogalmazva, de az nekem nagyon tetszik ez a szemléletet. Írjátok meg, hogy nektek melyik volt a 10 pont közül a kedvencetek. Facebook vagy Instagram oldalunkon várjuk hozzászólásaitokat. Szóljatok hozzá a beszélgetésünkhöz. Hogyha bármi más témajavaslatotok van, azt is szívesen veszük, és egyébként pedig egy hét múlva újra találkozhattok velünk. Illetve köszönjük szépen, elég sok ajánlás érkezett, hogy kiket ajánlanátok, kik azok a nők, akiket úgy érzitek, hogy az útjukon van, de hát folyamatosan jöhetnek az ajánlások, megtaláljátok a nőkazúton.hu oldalon az ajánlós részt, ott megtaláljátok az e-mail címet, és hogy hogyan ajánljatok nekünk olyan nőket, akik úgy gondoltok, hogy szívesen hallgatnátok velük egy beszélgetést az adásban. És akkor meghívjuk őket. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Sziasztok! Sziasztok!